Stúdiós első vendégem Szabó Szabolcs, a Momentum országgyűlési képviselője. Köszöntöm. Jó reggelt kívánok. Akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hát harmadszorra sikerült Németh Szilárdot legyőzni a körzetében. A Momentum eleve úgy tűnik, hogy sikert sikerre halmoz. Bejutott a parlamentbe 11 mandátummal, köztük ugye az önével is. Gratulált Németh Szilárd? Nem. Nem szokás közöttünk az ilyen beszélgetés. Azért kérdezem, mert Fürjes Balázs gratulált egyébként Hajnal Miklósnak, ugye egy hasonló győze. Más kultúra, oké. Mi a sikertitka? Azért csak zárójelben megjegyezném, hogy persze az önmagában nekünk siker, hogy Csepelen harmadszor győztünk, meg azt, hogy például ugye a Momentumnak úgy néz ki, hogy 11 képviselője lesz a parlamentben, de hát azért országosan elég rossz a helyzet, hiszen egymás után most már negyedszerre van kétharmada a Fidesznek. De visszatérve Csepelre, Soroksára, ugye egyrészt nyilván ez egy budapesti körzet, ahol az ellenzék hagyományosan egy kicsit erősebb, másrészt mi igyekszünk úgy politizálni folyamatosan, kampányidőszakon kívül is, hogy lehetőleg láthatók legyünk, tehát ott vagyunk a helyi közéletben, rendezvényeket szervezünk, megteremtjük a saját nyilvánosságunkat, tehát én kifejezetten figyelek arra mindig, hogy készítsünk még kampányidőszakon kívül is két havonta olyan szóróanyagot, amit bedobálunk a postaládákba. Nyilván ez a koronavírus egy picit mindent megborított, de ez egy 9 éves folyamatos munka gyakorlatilag, aminek az eredménye, hogy folyamatosan tudjuk növelni választásról választásra a szavazatszámokat. Igen, picit elébe szaladt, mert pont itt kötöttem volna össze, hogyha ön tud ilyen sikert aratni, akkor mondjuk országosan az ellenzék miért nem tudott? Tehát, hogyha önnek megvan kvázi a recept arra, hogy hogyan építkezett az elmúlt években, akkor az ellenzéknek ezt miért nem sikerült végrehajtani? Ez valószínűleg részben anyagi jellegű probléma is, mert ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, az éves szinten 10-15 millió forint kell, amit csak és kizárólag arra költ az ember, hogy a választókerületébe ezek megvalósuljanak. Másrészt ugye azt is lehet látni, ahogy visszanézzük a különböző választásokat, hogy állandóan cserélődnek azok a személyek, akik indulnak az egyes választókerületben. És hát, hogyha a választások előtt pár hónappal jelenik meg egy ember, hogy szavazzatok rám, XY vagyok, elkezd bemutatkozni, akkor az már valószínűleg késő. Tehát ez egy hosszabb folyamat, amíg az embert helyben megismerik, lesz egy olyan ismertsége, hogy önmagát, a nevet össze tudják kötni az arccal, és már nem okoz meglepetést az például, hogyha egy bizonyos témában nyilatkozik az ember, mert hosszú évek alatt megszokják azt, hogy nagyjából hogyan gondolkozik az adott politikus. Akkor nem ért egyet azzal, hogy sokan azt mondják, hogy igazából elitváltás kellene, hogy az ellenzéken belül kellenének új arcok, mert a régiek elfáradtak, rájuk nem szavaztak. Új arcok mindig kellenek a politikában, én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, de helyi választókerületi szinten nagyon fontos az is sokszor, hogy legyen egyfajta stabilitás, tehát hogy ismerjék az ember. Tehát az egy nagyon fontos dolog egy kampányban, ezt talán a választók is tudják, akik mikor bemennek a szavazó fülkébe is x-elgetnek, hogy az pörög gyorsan végig a fejükben, hogy kit ismerek arcról, kivel fogtam kezet, kiről olvastam, bármit az elmúlt időszakban. Ez egy fontos dolog a szavazásnál szerintem. A választás óta eltelt interjúkban azt olvastam öntől, hogy amikor meg kellett fogalmazni, hogy ön szerint mi volt a gond, akkor két dolgot emelt ki igazából. Az egyik az, hogy nagyon sokan elmentek külföldre, akik mondjuk szavaztak volna esetleg az ellenzékre, és ezt nem tették meg. A másik pedig az, hogy nem volt elég erős a jelenlét. Nem volt elég plakát, vagy mondjuk média megjelenés. Ezek is fontos elemei a választási kudarcnak szerintem. Nyilván ez egy összetett, bonyolult történet, a beszélgetésben, amire ön is utalt. Ezekkel a témákkal egy kicsit mélyebben foglalkoztunk, de csak azért, mert az interjút készítő újságíró ezután érdeklődött intenzívebben. Valóban, ahogy az előbb is már utaltam rá, az nagyon fontos, hogy a jelenlét meglegyen egy választókerületben. Nagyon fontos lenne, hogy nem csak helyben, hanem országosan is az ellenzék a saját médiáján keresztül is tudjon kommunikálni a választóval. Mert most ugye az a helyzet, hogy van egy nagyon masszív fideszes propagandamédia, van egy viszonylag szűk kormánykritikus független média, de nincs ellenzéki média érdemben. Ugye azt nem várhatjuk el a független
kormánykritikus médiától, hogy egy az egyben azt mondja, amit mi szeretnénk. Végzi a dolgát, mint az ATV is. Kérdez, kritizál, ha úgy alakul a dolog. Nekünk kell szerintem egy országos ellenzéki média is. És természetesen nagyon fontos az is, amit ön is említett, hogy nagyon sokan elmentek az országból. A külképviseleti névjegyzékbe 63-4 ezeren iratkoztak fel, és emlékeim szerint 58 ezeren mentek el szavazni. Töredéke szavazott azoknak az embereknek, akik lakcímmel rendelkeznek, de nem itt élnek az országban. Nyilván, ha itt élnének, sokkal jobb lenne, és én attól félek, hogy ha most sokan elkezdenek megint kimenni az országból, mert első felindultságukban azt mondták, nekem is barátaim vannak, akik azt mondták, hogy hát ezek után akkor költöznek, akkor még rosszabb lesz a helyzetünk. De természetesen ez egy komplexebb történet, mert ki kell elemezni a kampányt is, lyuk voltak-e az üzenetek, és olyan struktúrában mentek-e az üzenetek, ami eredményre vezethetett volna. Tehát itt azért sok tényező. Mi a legsürgetőbb feladata az ellenzéknek? Egyáltalán megmarad-e ön szerint az összefogás? Van akkor most újra 4 év. Mit lehet tenni? Én társadalomkutató vagyok, én a számok elemzésében hiszek, tehát azt gondolom, hogy most vannak meg a végleges eredmények, ugye ezek hétvégén megszülettek, ezt most nagyon alaposan ki kell elemezni. Utána át kell elemezni az egész kampányt, hogy mi volt ebbe a jó és mi volt a rossz, és utána át kell gondolni azt az egész stratégiát, hogy hogyan működjön együtt az ellenzék a következő években, nagyjából milyen üzenetekkel foglalkozzon, mit próbáljon üzenni a választónak. Ebben volt problémánk sokszor ebben a kampányban, hogy nem volt teljesen egyértelmű és világos ez az üzenet, amit mi akarunk közvetíteni. Kinek a hibájából? Ez a komplett ellenzék hibája, és ezt én nem pattintom le senkire, ez nyilván az én felelősségem is, mint a 106 jelölt közül az egyiknek. És akkor ugye nyilvánvalóan ez még egy további probléma, hogy utána meg azt is ki kell találni, hogy ha megvan az az üzenet, akkor azt hogyan juttatom el a választónak, nem csak Budapesten, hanem a agglomerációs gyűrűben is, meg Borsod északi részén, Rakacaszenden is. Fekete Győr András a minap bejelentette, hogy a Momentum bojkottálni fogja a parlamentnek az alakuló ülését. Miért? Ugye mi már a Momentumos leendő képviselők tartottunk több körben megbeszéléseket. Mi azt látjuk, hogy ebben a szituációban az vezet előre, hogyha azt üzenjük már a legelején a ciklusnak a választóinknak, hogy mi rendszerellenzékiek szeretnénk lenni. És szerintünk ennek egy fontos szimbolikus eleme az, hogy arra az alakulóülésre, ahol az országgyűlés szentesíti a Fidesz győzelmet, és beiktatja hivatalába Orbán Viktort, arra nem megyünk el. Mert mi folyamatosan ezt is mondtuk a kampány során, hogy annyira lejt a pálya a Fidesznek, az a média túlsúly, meg az, a végén én már majdnem minden nap kaptam leveleket a oltási levelező listára is, és azt gondoljuk, hogy azt kell üzennünk, hogy ebben a színjátékban így nem veszünk. Röviden, szakértők szerint jogi értelemben így nem is lehetnek majd képviselők, illetve mondjuk nem kapnak fizetést, no de pláne nagyon sok szavazó azt mondja, aki mondjuk önökre voksolt, hogy de hát az a dolguk, hogy ott üljenek. Ugye mi azt mondtuk, hogy az alakülülésre nem megyünk be, az azt követő ülésen le fogjuk tenni az esküt és felvesszük a mandátumot. Szabó Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.